A 2-es és a 8-as választókerületekben szavazhattak újra a szekszárdiak vasárnap reggel 6 és este 7 óra között. A 2-es körzetben a névjegyzékben szereplő 2603 főből 1291-en éltek a szavazati jogukkal. Közülük 686-an, vagyis a voksolók több mint 53%-a húzta az X-et az ilyen szekszárd jelöltje Csötönyi László neve mellé, míg Hagévára a Fidesz-KDNP jelöltjére 603-an, vagyis 46,68%-ot szavazott. Október 13-án nem volt ilyen magas a részvételi arány, akkor Csötönyi László 602 szavazatot kapott, míg Hagéva 586-ot. Akkor még a Mi Hazánk is indított itt jelöltet Czank István személyében, ő viszont a megismételt választás előtt visszalépett. A 8-as választókerületben is többen szavaztak vasárnap, mint október 13-án, az eredmény viszont nem változott. Újra az ész színeiben induló Faragó Zsolt győzött 570 szavazattal, míg a Fidesz-KDNP és Szegedi Attilára 494-en voksoltak, a Független Sárközi János Józsefre pedig 9-en. A Mi Hazánk jelöltje itt is visszalépett. Ebben a körzetben is nagyobb volt a szavazókedv vasárnap, mint októberben. Akkor a most is győztes Faragó Zsolt 478 szavazatot kapott, míg Szegedi Attila 464-et. A szavazatok összeszámolása után Ács Rezső szekszárd polgármestere azt mondta, az eredménytől függetlenül abban bízik, hogy a képviselőtestület tagjai együtt tudnak majd működni a város fejlődése érdekében. A megismételt választás eredményeként az ilyen szekszárd 8, míg a Fidesz-KDNP a polgármesterrel együtt 7 tagot küldhet az újonnan felálló szekszárdi közgyűlésbe. Én őszintén bízom abban, hogy a következő hetekben az alakuló ülés előtt le tudunk küldni, meg tudunk állapodni a működés feltételeiben, hiszen mindenkinek, aki képviselő lett, az az érdeke, hogy városunk működjön és városunk fejlődjön. Ebben azt gondolom, meg kell találni azokat a közös pontokat, amelyek mentén tudunk együttműködni. Én mindenféleképpen kompromisszumkész vagyok, hiszen azt gondolom, hogy a legfontosabb a város működőképességének és fejlődésének a fenntartása. A jelölő szervezeteknek 3 napjuk van az eredmények ellen fellebbezni. Úgy tudjuk, a Fidesznél ezt nem tervezik, az ilyen szekszárdnak pedig nem áll érdekében.